Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Megjelent az első könyvem, Kémes ügyek, vagy akcióban a magyar titkosszolgálatok, és azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény, amely még nem volt Magyarországon. Tehát sikerült egy olyan könyvet írni, hogy a magyar hírszerzők és kémelhárítók tulajdonképpen felfedik egy-egy akciójukat, elmesélik, hogy hogyan szereztek hírt, vagy hogyan hárítottak el ideérkező kémeket Magyarországon. Szerepel a TEK is, és hát a technikai szolgálat is megjelenik a könyvben, mert úgy gondolom, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, vagy a titkosszolgálatoknál ez is egy kulcskérdés, hogy ők hogyan dolgoznak. Nagyon sokat tudósítok külföldön, mindig valami olyasmit szerettem csinálni, ami még nem létezik, és szerintem volt bennem egy olyan belső inspiráció, hogy csináljunk egy olyan könyvet, amilyen még nem volt. A titkosszolgálatokra már sokan írtak könyvet, tehát a történetükről, a felépítésükről, a szervezeti hátterükről, 3x3-ról, meg ilyenekről, de arról, hogy nekünk igazi sikereink vannak itthon és külföldön, és a főigazgatói szint alatt egyel bizony kőkeményen dolgoznak azért, és Magyarországon mondhatom, hogy 10 000-nél több ember dolgozik azért, hogy mi biztonságban legyünk, hogy esetleg elhárítsák azokat a kémeket, akiket ide küldenek, nagy titkosszolgálatok, vagy nagy ellenérdekelt szolgálatok. Én úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen meg kell mutatni. Az egész ötlet onnan jött, hogy csináljunk valami kuriózumot, és ebből jött az ötlet, hogy akkor ebből legyen egy könyv. Megkértem 15 nemzetbiztonsági hírszerző vagy kémelhárító tábornokot, ebből 11-en igent mondtak, ebből lett mint egy olyan gyűjtemény, amelyben 20 történetet hallhatunk arról, hogy hogyan dolgoznak a magyar kémek és kémelhárítók. Elsősorban ez egy unikum. Unikum szakmai szempontból, mert így, ilyen szemszögből, ilyen mélységben, ilyen szakszerűséggel, ilyen forrásból még senki nem kapott információt a nemzetbiztonsági szolgálatok munkájáról, tevékenységéről. Születtek különböző művek, amelyek innen-onnan, amonnan ollóznak, következtetnek, véleményeket mondanak, de szakemberek szájából olyan történetekről, amelyeket ők hajtottak végre, és a közvélemény számára fogyasztható állapotba kerülve, egy dokumentum kötetbe összeállítva, ilyen még nem született. Én az első pillanattól kezdve, amikor az András fejében ez megfogalmazódott, én bátorítottam őt, ugyanezeket a gondolatokat mondtam el ő számára is, mindamiket most megfogalmaztam. Természetesen segítettem szakmai szempontból is a kötet összeállításában, egy bizonyos részében. A munka jellege, az eredményessége mindig a titkosság. Védeni kell az információ forrását, a legnagyobb kincs, ami a nemzetbiztonsági munkában kell, hogy érvényesüljön. Amikor ez sérül, akkor a munka eredménytelen lesz. Most jött ki pár napja a boltokban, és külsősök, illetve újságíró kollégák hívtak fel, hogy nagyon tetszik nekik, és ők titkos ügynökök szeretnének lenni. Már a kifejezés is vicces, mert nem így hívják őket, de azt mondták, hogy hú, hát ha mi ilyeneket tudunk, és kimegyünk külföldre, és álnévvel, és állútlevéllel, és mi tudunk megszerezni anyagokat, és mi tudunk szerezni titkokat, és ezzel tudjuk segíteni Magyarországot, vagy esetleg tudunk harcolni a terrorizmus ellen, akkor ők ezt szeretnék csinálni. Természetesen ez nem komoly ajánlat volt, inkább ez egy olyan kritikája a könyvnek, hogy tetszett nekik, és sikerült elérni azt, amiért valójában íródott a könyv, az, hogy az emberekhez közelebb hozza a titkosszolgálatokat, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatokat.